A Tolna megyei Balassa János kórházat nevezték ki a térség járványkórházává, ami azt jelenti, hogy a Tolna, Somogy, Baranya és Fejér megyékben pozitív koronavírus tesztel rendelkező kórházi ellátásra szoruló embereket ide szállítják majd. Az elmúlt időszakban jelentősen megnövekedett az igazoltan koronavírussal fertőzöttek száma országszerte. A nyár végéig Tolna megyében kevesebb, mint 40 fertőzöttet regisztráltak, de az elmúlt pár hétben ez több, mint az ötszörösére emelkedett. Német Csaba főigazgató szerint ehhez a helyzethez a kórháznak is alkalmazkodnia kell, és fel kell készülniük rá, hogyha több koronavírussal fertőzött beteg érkezik, akkor biztonságos körülmények között tudják ellátni őket. Szeptember 21-től a kórháznak a belgyógyászati tömbjét, azt ismét járványügyi feladatokra különítettük el. A tavaszi minta alapján a kórház D épületében lévő fertőző osztályt jelölték ki a koronavírussal fertőzött betegek ellátására. Az épületben eddig zajló cukorbetegek és hematológiai betegek ellátását a kórház C épületében végzik szeptember 21-től. Nyilván a, ennek az osztálynak hely is kellett, ezért e hét elejétől a Rehabilitációs osztályaink most átmenetileg nem működnek, csak járóbeteg szakrendelésen fogadjuk a betegeket. Egyébként a kórháznak minden szakmája változatlanul működik tovább. Német Csaba főigazgató felhívja a Tolnamegyei lakosok figyelmét arra, hogy a koronavírus járvány második hullámát éljük, így különösen fontos az, hogy azokat az óvórendszabályokat, amiket már mindenki ismer, szigorúan tartsuk be. Ezzel lassíthatjuk, és talán meg is állíthatjuk a koronavírus terjedését.